A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 7 tisztviselőjét tartóztatták le az amerikai hatóságok kérésére szerdán Zürichben a szervezet tisztújító kongresszusának helyszínén. A letartóztatásokat eredményező amerikai vádiratban a két jelenlegi alelnököt és 5 sportmarketing vezetőt vádolnak korrupcióval. Loretta Lynch, az amerikai igazságügyi tálcát irányító főügyész azt mondta, a korrupciós botrányban érintett futballfunkcionáriusok akár 20 éves börtönbüntetést is kaphatnak. Lynch hozzátette, a New Yorki Szövetségi Bíróságnál 2 éves nyomozás eredményeként benyújtott 47 vádpontot tartalmazó vádiratban, a többi között azzal, hogy az érintettek zsarolásra, csalásra és pénzmosásra épülő rendszert működtettek több mint 2 évtizeden keresztül. Joseph Blatter elnök és Jerome Valk főtitkár nem érintett az ügyben. Az 5. ciklusára készülő Blatternek egy kihívója van, Ali bin al-Hussein, jordán herceg. A FIFA szerint a történtek nem befolyásolják a választás tervezett programját, ugyanakkor az Európai Szövetség az esemény elhalasztására szólított fel.